Jó reggel, Vietnám, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő videó, ami nem lesz más, mint a Spintaros Mudrunner, és jött hozzá egy DLC már, nem mint mostanában, és a képen még nem próbáltak ki, úgy gondolta, hogy akkor most felreti vele egy kicsit. Jöttek itt új járművek a DLC-vel, meg egy új map, amit valószínűleg ki fogják kipróbálni, hát a képen gyerek, jaj! És lebuktam gyerekek, mert be van jelölve bassza már itt az udvaron, hát az előbb komolyan mondom már nézd, gondolkodtam rajta, hogy hogyan kéne nekiállni. Egyébként nem játszottam egy másodpercet ezen a mappon. Ott egy K100-as, és van egy garázs, Locked, meg ott is van egy garázs. Ez tetszik gyerekek, ez tetszik. Nem tudom egyébként, hogy ez a map, ez valami nehéz. A hardekár lenni, vagy pedig nem egy hardekár lenni. Na mindegy, veressük gyerekek ezt a wedgepointot, meg ezt a wedgepointot, ezt aztán akkor valami csak lesz. Jó, na figyeljetek, az a szituáció, hogy akkor megindulunk ezzel a izével. Mi ez? Ez valami zsuk, vagy micsoda? Várjatok, nincs róla valami? 9, 6, 9, nem tudom bazd, mi ez. Nagyon-nagyon adja gyerekek, hát adjunk neki, mi meg, várjátok hangerőt, meg kell nézni, hogy mennyi az annyi. Sound level, adjunk neki még kicsit, ó, gyerekek, ezt mindig így imádkoztok, hogy kicsit nagyobbot adja neki képről, aztán mindig rájöttek, hogy a francba már megint nem azt adja neki, na. Csapjuk neki gyerekek, ha rugóznak a vérdal. Várjátok, azt mondták, hogy van be, nagyon új feature van, hogy tükrök vannak, nincsenek tükrök. Nem működnek, vannak tükrök, de nem működnek, de lifegnek, lefognak. Szuper! Na, adjunk neki! Én érzem, hogy ez a jármű jó lesz. Már csak azért... De tudom, hogy ezek jók szoktak lenni. Már megmondjam miért? Miért? Van difizár is. Adjunk neki azt is. Mert mindig a könnyű járművek azok jók szoktak lenni, gyerekek. Hiába van egy járműnek 86 kereke, meg mindenféle csuda jó tulajdonsága, meg 7000 lóerő, ha nehéz. A sárban nem biztos, hogy ez nagyon jó. Ott van a kicsi benzintártája hátul, ami nem is biztos, hogy benzin, hanem lehet, hogy gázolaj. Jó, az előző videó, hogy tudom, hogy még azt nem tudtam végig. Mit csináltál? Megtankoltunk, jó. Tudom, hogy azt még nem csapattam végig, verettem. Azt a mapot tudjátok, ami úgy néz ki, mint a GTA-ba a sivatagos pálya. Gyerekek, fönnek adtunk egy külön. De fogok vele játszani, de ezt nem bírtam ki, hogy ne csapjuk neki. És új modokat is találtam, amik nagyon-nagyon durvák. Merek menni itt? Itt van valami útszakasz? Gyerekek, nem is megyek nem megyek az úton, mert itten belesüppedünk a sárbe, vagy micsoda. Szóval nem vágom, hogy huna sár, huna nem sár. Minden sár van, mi? Újjaj! Amikor meg majd találkozunk élőben, akkor meg gondolját. Most azon gondolkoztam egyébként, hogy rájöttem, hogy átmegyek ilyen parasztos stílusba. Kicsit félig ilyen ramás, kicsit félig parasztos stílusba. Nem tudom, hogy miért. És amikor a valóságban találkozunk emberekkel, akkor megmondják, hogy te keeper, hát te nem is úgy beszélsz, mint egy tirpák. Ismertek azt a szót, hogy tirpák? Múltkor kérdeztem valakitől ezt. Ha ismeredek ezt a szót, hogy tirpák, azt rájöttem, hogy ez ilyen tök tirpák ez a szó, érted? Na, nyomjuk neki gyerekek, veressük! Szedi a kolybazze, ez olyan, mint a kispolák. Kispolák tudjátok, miért nem jó? Bár, nincs csinálta. Hát együnk telekeknek. Megakadt egy kicsit a vérbe. Na, kispolákkal ez a baj, amikor tekered a kormányt, a melletted ülőnek kivered a fogait. Körülbelül ez is az a kategória. Gyerekek, mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Hát ez... Fölmászunk bele a fára. Bazen, elszórakozzál! Ki akartam itt kerülni a dolgot? Adja neki! Rettenetesben. Figyelj, fővágódik, orbavág, vigyázzál! Nem biztos, hogy erre... Az gyerekek, ez megemeli a verdet. Nem biztos, hogy volt értelme, erre gyűlünk. Na, tedd be neki. Úgy. Ne váltogassál, tesókám! Azt a tuskót, az biztos nem visszük ki. Jappá, nyilgázon, gyerekek! Patrak vagyunk. Tudjátok, amikor romának a lova neki megy a falnak, aztán mondják neki, jaj, hát mi az? A vakalovad? Nem vakász, csak vakmerő. Na, nem tudom merre menni ám egyébként. Ó, gyerekek, hát belegyüttünk itt, mint kiskutya az ugatásba. Na, adjál neki. Bírom ezt a verdát egyébként, ez valami zsuk, fogadjunk. Nem néztem meg, bazze. Szét fogtok savazni, hogy nem zsuk. Gáz! Volt egy ilyen videó, régen...
Jó, nagyon alpári vagyok ma. De volt egy ilyen emlékezetes videó régen az internet fénykorában, hogy kérdezték egy ilyen ramacsávót, aztán... Te, hát aztán ültél már gázba? Hát persze, meg szártam is. Nagyon nem vagyok, tudom. Előlejjel már nem fogunk süllyedni, gyerekek, ígérem. Hoppá. Ide bele kellek menni, mert felszabadítom ezt a helyet. Hát, ha van egy jobb érte itten elfekvőbe. Na, ezt ki lehet ütni, ezt tudom. Pum. Már megtanulta a képer a játékot. Épp itt az ideje, na. Hogy Sanyi, nem tudok, hogy itt mi van itt a mocsárvilág. Lehet, hogy nem fogok átmenni, mi? Na mindegy, adjuk neki. Nagyon bírom ezt. Ezt tudjátok, mi kéne ebbe a járműbe? Azt kéne, hogy lenne két éltű jármű. Tudjátok, vannak ilyen. A BMP is két éltű. Például. Tudjátok-e, mi az a BMP? Nem tudom definiálni. Csapatszállító jármű. A szovjeteknél volt, magyar hadseregben is ezt használták, és ilyen üző volt, ilyen nagyon fasza volt, ilyen uszott a vizen dolog, tudod. Gyerekek, itt nem tudom, hogy át fogok-e menni, de bátor vagyok én is, mint a cigánylova. Figyeljetek, van egy ötletem. Itt van mélységet lehet nézni, mi? Hát lehet, a lótúrót lehet. Na, arra gondoltam, hogy egy kellene cserlővel meg itten ihletni magunkat. Várjátok, oda nem tudok elcserlőzni? Hű, gyerekek, itt lesz báj, érzem. Na. Hú, gyerekek. Nincsen valami gázló, vagy valami csoda, nincsen mi? Jó, van, akkor adjál neki is annyi. Ez valami lesz. Dangerous water level. Na, jó volt, ez nem volt itt semmi gond. Jó, magasan van a légszűrőnk. Figyelj, alszik! Ne aludjál, Mori, a legrosszabb helyzetbe fogsz itt élni. Haudni. Hallom, merre kell menni? Jó, erre megyünk az úton. Csomóan írják egyébként ilyenkor. Keeper, hagyjad már ezt a izét, ezt a paraszt akcentust. De egyébként jól érzem magam, hogy ne haragudjál. És esetleg mondanád, írnád el. No, már le is írtad, mi? Tudtál olyan szavát leírtad, hogy pá megint. Ennyi. Gyerekek. Megmondom őszintén egyébként, most nem, én nem fikázom magát ezt a játékot. Meg ez eszem ágában sincsen, mert ez a játék így jó, ahogy van. Junior most 200 futott be az éval a székem alá, nem tudom, bejved valamit, vagy valami csoda. Ilyenkor mindig megrémül, megcsipi az orrát valami, vagy nem fók, vagy valami. Jamám. Na. Ja, azt akartam mondani Madrunnerrel kapcsolatban, szerintem egy hibája van már. Ez amikor kijött ez az engine, akkor nagyon szép volt meg minden. Most már kezd el evétosodni, nem? Lehetne már szebb. Lehetne, kaphatna már egy új motort. Jó, gyerekek, itt lesz a Bayern, nem megy át ezen a tuskor. Menj! Lendületből. Múltkor úgy voltam a bentóba hallod. Differencia zárat mindenképpen minden autóba raknék. Mert a legnagyobb ciki, amikor az egyik kereked állsz az útszélén, épp hogy lelógsz egy kicsit az útról, és akkor az a lelógó kereked, hajtott kereked, rajt van valami nagyon csúszos dolga, mondjuk jégen. És akkor ott tartasz, hogy nem bírsz elindulni, mert ugye az a kerék, amelyik a jégen van, az pörög. Jába érted, a másik a száraz aszfalton van, nem indul el, hallod, ennél cikébb nincs. És akkor diffizárat mindenképp raknék a kocsiba. Minden egyébe hallod, legyen valami, csak indulj el egy ilyen helyzetbe, tök gáz, hogy tök hülyeség, ugye. Mert mindig úgy van, gondolom, a differenciál művet, aki nem ismeri, nem tudom, gyorsan elhadarom, biztos van olyan, aki nem ismeri. Ez úgy működik, hogy ugye... az elpörgő kerék, vagyis... hogyha az egyik kerék elpörög, akkor sajnos a másikra nem fog erő jutni, mivel azt az elforgó kereket fogja pörgetni, mint a bolond. Ez egyébként a differenciál mű azért van, ugye, hogy a kanyarokba ne... ugye mind a két kerék hajtan, akkor ugye a kanyar belső ívén lévő kerék az kevesebbet fordul, a külső íven lévő ugye többet, és akkor sajnos ugye elkopna a gumi, hogyha folyamatosan hajtana, meg elég nehezen lehetne irányítani a dolgokat. Na, és akkor ugye van a differenciál mű, de ennek a hátránya az, hogy ilyen helyzetben nagyon beszívsz,
És akkor lehet szeresz, nagyon örülnék neki. És az volt a legnagy durvább az egész bebaszituba, hogy egy csajt kértem meg. Lökjél már meg, légy szíves, hadd induljak el innen az útszéléről. Ez halál komolyan, és sem nulla erőfeszítésbe került neki. Mert ugye szó szerint, hogyha jégen van az egyik kereked, és a másik tök száraz, nem kellene semmilyen erőfeszítés, mégse indul el. Egy ilyen úgy megtaszított, jól van, mondom, kösz. Hanél abban nem íghatik már. Na, gyerekek, ez nagyon jó ez a verda, ilyen helyre itt tudok bóklászni veled. De mi ennyi kitölt fa? Régen nem volt ez. Lehetne ízét szedni. Akfat. Akfat a fenyőerdőbe, hogy kipör te is, aztán ott vagy a toppor. Ide aztán bekölödjünöm, na. Jó van akkor. Ügyes volt a keeper, szeressük. De egyébként most már még úgy, de nagyon szeretem ezt a játékot. És nagyon elizéltem, kászálódtam. Figyeljetek, a legközelebbi, mutatjuk, az valamire itt van, úgyhogy ki kéne ide vezényelnem magamat, nem? Menjünk ki oda, mert itt belkevettem, mint cigány gyerek a Hosentraugerbe. Kicsi kocsi, százal tép. Én ismerek egy rövidebb utat, tudjátok, ismeritek. Melyikben volt? Valamelyik üzében volt. Észventúrában. Nem, az úgy volt, hogy a... Hol van az a... Mennek egy az úton, erre van a farm, ahova megyünk. Itt az erdőn át. Rántott egyet a kormány, az erdőn át így pattogott. És a végén, mi volt a szöveg, amikor beállt a parkolóba? Most 10 másodpercet kaptok, hogy leírjátok az, aki tudja. De tényleg utána ne csaljatok, mindjárt mondom. Még egy 5 másodperc. Na mi van, amikor parkolóba berepül? Két kocsi közé. Csont nélkül, ugye? Az volt. Hát múltkor beszéltem izéről, Dumb és Dumberről. Te, az... Nem hiszem el ezek a... Mik ezek a valami csodák? Minden egy itt össze van dörölve. Na egyik ismerősömnek beszéltem, mondom, te Dumb és Dumberben emlékszel arra a jelenetre? Közi hát... Dumb és Dumber. Annyira nekem nem tudom, melyik az a film. Jaj, nem, meg új, meg mindjárt mondok még egy gyerekek, beszartok. Na, ja, Dumb és Dumber nem. Mi az, hogy Dumb és Dumber nem ragadt meg? Dumb és Dumber az egyik legjobb film a világon. Az egy természetesen, a kettő nem, főleg a magyar szinkronnal, jaj, de szar. Elkezdte az valami, nem tudom, a szinkronnak az írója. Ilyen, mi a franc az? De igen, volt a Freddy meg a Béni, tudod? Abba volt, hogy ilyen rímekbe beszéltek. Na hát, megcsinálták ugye Dumb és Dumber 2-t, hogy ilyen rímekbe beszélnek, és az eredeti amcsi verzióban nincs ez, hanem a magyar értelmes, fogyatékos emberke, aki csinálta a szinkront neki, ami nem a szinkron színészek, hanem aki megírta, az kitalálta, hogy milyen vicces lenne, hogy rímekbe beszélnének. Te Isten hallod, annyira szar. Na hát meg múltkor képzeljétek, még egy olyat kérdeztem, néztem a izét a... Néha nagyon ritkán, hát mit tudom én, pár évente rászokok kapni, meg szoktam nézni a Jackass részeket, nagyon jók. Fú, nagyon jók. Jó, oké, tudom, alpári szar izé, nagyon alja meg minden, de Jackass azért az akárhogy is vesszük, az egy kultusz, nem? Meg igazából az egy ilyen stílus teremtő dolog, amit utána nagyon sokan utánoztak. Meg hát minden pranknek, meg mindennek az atya volt szinte. Kérdezem az ismerősömet. Nem tudom, lehet, hogy nézi, talán nem, Azling van. Mondom, te egy, mondom, ismered? Küldtem belőle egy képet. Nem tudja, eddig még ugye nem reagált. Mondom neki, Jackass. Kezdi, hát ez így nem ugrik, hogy nem, a neve ismerős. Mondom, mit csináltál? Mondom, a Jackass nem ismeri valaki? De a kulturális világ örökség része a Jackass, hát ne őrítsél meg, úristen. De itt most mit művelt? Egyik pályán... Ja, ez, lehet, hogy ez a DLC miatt van ez a szopatás, hogy itt mindenhol ilyen... Izeig vannak ilyen kidőlt fák, vagy mi a szúr szar van itt enna? Merre kell menni? Itt van egy garage, hoppá! Watchpoint és egy garage. Itt valahol volt egy alagazó, arra megyünk. Gyerekek, mennyit teszik ez? Ez kb. Olyan, mint a Dumb és Dumberben a moci, mi? Izé, egy liter teszik 100-on, basszus. Már mióta hajtom, aztán nem, még nem evett sem ennyit se. Tudjuk neki. Mondjuk egy rettenet?
Az a baj, ez a tipikus olyan jármű, amelyik rettenetesbe sem egy semmit. Így meg ugrik, mint a hortiló, a gyerek. Azért tök jó, hogy váltott és pisztérkálja, de szerintem mindig ugyanazt csinálja neki. Lök egyet rajta, aztán csámi. Tedd be a négybe, barátom. Ki van húzadva? A üveghang van. Kiugrik a henger. Tedd be a négyet. Nem teszi be a Istennek se. Remélem nagy géppel ezek a szarok ezek könnyebben abszolválhatók. Ennyi más, annyi onnan. Te Isten, ez egy... Ó, ott a garage. De várj, nem kellett volna lenni egy vegypontnak. Ja, ott van ez. Oda megyünk ám. És akkor azt csináljuk, hogy elhozunk ugye garázs pontot, lehet felszabadításnak hozni. Hát nem az volt a terv, hogy ennek neki megyek. Ah, milyen szar van. Ugye gyalog bemegyek oda, ez. Te komolyan mondom, ezt tudjátok, ez egy szivatás, mert igazából semmi értelme nincs ezeknek. Ha akarsz, akkor tudsz sörlőzni, tehát innen most akármikor kirángathatom a tökömet, de érted, ez egy ilyen időhúzásos szívás dolog. Mert ki tudod rángatni magad, de az a tipikus, ne érezd olyan jól magad, papi. Beraktunk mindenhova ilyen kidőlt falkat, de hát jól van. Na, jó, oké, ott egy B6 faltos, az micsoda, az egy izé, az egy gaz, ugye? Ez lakod, és akkor várjál. Van nekünk egy új járművünk, ami eddig nem volt. Wow, ez nagyon babás, hallod? Ez nagyon babás. Hű, te élet. Az ma töfi. 8x8 és valami tátra-szerű. Vagy nem tátra, kamasz-szerű. És itt van még karáspontunk. Ez mennyit szállít ember? Várjál már. Ez galás szemű trailer, ez nem tudom mennyit, baze. Írja ez, várjál, nem írja így F1-je? Négy garázspont, ez kettő, jó, az négyet visz akkor. Akkor nincsen gond, azért mondom, mi a szar. Figyeljetek, akkor ezt megküldjük, aztán megyünk vele, nem? Hát igazából arra, merre mentünk, arra teljesen jó. Felszabadítjuk a garázsocskát, és akkor utána felszabadítunk még egy garázsocskát. Lockstation. Egyébként itt egész jól le lehetett volna menni, csak én voltam a hülye. Jó, hát ez így lesz, gyerekek, ez lesz itt. Ez lesz itt a projekt. Jó, mindegy, ez egyelőre. Minden összkerék diffi, aztán adjunk neki gyerekek, meg egy rettenetes dobok neki, nem tudom meg. Gyerekek, ez konkrétan, most nem azért mondom, de ez egy mazalvázon. Egy ilyen valami. Konkrét. Tényleg olyan úgy néz ki. Szerintem nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó, mármint nem tudom. Hogyha a maznak a... maznak eléri a tulajdonságait, akkor ennek nem sok értelme lenne, mert igazából szerintem ebben nem lehet egy akkora motor, mint a Mazba. Viszont meg könnyebb, nem? De nagyon pörög. Nagyon pörög gyerek, 40 liter üzemanyagot kap egyébként. Úgyhogy ez abban rendesen, ugye kihúzatom megint, aztán megpróbálom fecsatolni. Hogy mennyi, mennyi. Pörögjünk gyerekek föl. Az meg mi volt, gyerek? Ne szórakozzál, barátom, ez mi volt? Continue. Hát ez meg mi volt ez a loading? Mit loadingolsz, ember? Ez mi volt ez? Mit szórakozol, ember? Ilyet se láttam, még hallod? Gondoltad, tölt egy izét, egy... Jó, ez a nyerek szerkezet, tetszik egyébként. Jaj, de jó, hogy most meg elvesztettem azért az úti tervecskémet. De köcsög. Ja, azt a garázst felszabadítjuk, azt legalább lesz egy garázsunk. Egyébként konkrét a verda, nagyon. Meg szerintem ezzel a nagy zúzóval itt az elején. Ezt akartam mondani, hogy nem lesznek gondok a
kisebb facs, kacs, kak. Rettenetes, adjál neki. Egyébként esküszöm, nem nyomtam ezket. Viszonylag nagy ívbe kell menni, ugye nyerges szalítmányol. Félpótkocsival. Így definiáljuk helyesen. Az betyáros volt. Mi volt? Ez mi volt? Nehogy. Na. Azért amikor fizika egy kicsit megtréfálja az ember. Azért az a fenyőfogaj nem hiszem, hogy megakasztaná. Bőrdát. Ott látjátok, mi akasztotta meg. Az a méterfa. Na rettenet. De jó, mert az elején van ez a nagy dög acél, szerintem azzal kapok el bármit, akkor nem fog sebződni, viszont hűpörögnek rám a kerekek. Kilométer pénzbe megyünk, akkor jobb vagyunk, mert kb. 500 méterre megyünk a 3 kilométert, kilométer óra állás szerint. Kerekek, szerintem itt nem lesz faca-faca. Ezt tetszik. Köveken mindenen át, nem lesz a szarja. Megy ez, mint az őrült. Hó, várja. Kicsi finomságot viszünk bele. Finomságot viszünk bele ezzel a járművel, gyerekek. Ezt a kifejezést használtam. Most nem arra szólt, barátom? Milyen a belseje? Belseje az puritán úri lány. Kicsit lekotkodáltunk. Ja, így szaka lett közben. Azért vannak bajok. Jó, hát aztán mozzuk ezt a nagy dög konténert. Lehet, hogy íze is. Kíváncsi vagyok, ez milyen addonok lesznek. Hoppa. Hoppa, gyerekek. Mi a szarba akadt el ez? Nem tudjuk kiemelni ezt a izét? Nem. Ó, basszus. Nem kéne szarásnom magam. Amiben megakadt a pótkocsi szerintem. Na, azt akartam mondani, hogy kíváncsi vagyok, milyen addonok lesznek ehhez, mert úgy látom, hogy erre nem emlékszem, hogy ez a garázs személy, félpótkocsi, ugye? Ez volt-e? Eddig. De én úgy emlékszem, hogy ez nem volt. De lehet, hogy Madrunnerbe már berakták. Valami rémlik. Nem, remélem, hogy új dolgokat is kapott. Ez a gép, ez szerintem felépítményekkel. Hát mondjuk egy platót azért elég érdekesen képzelnék el, vagy pedig biztos, hogy van plató hozzá, tuti. De most ki az a hülye, aki ezzel elindul platóval? Madárak, szálljatok fel a levegőbe. Igen, kaptunk ugye ez egy ingyenes DLC az játékhoz, ami hát nagyon bízom benne, hogy ez nem egy ilyen, tartsuk meg az ígéretünket, ugye az ígért szavunkat, mert úgy volt ugye, hogy azért hagyták abba a Norman Spintyrosnak a fejlesztését, és azért próbáltak, vagy azzal a dumával próbáltak minket átcsábítani ide, ebbe a játékba, hogy itt majd ugye lesznek a fejlesztések, itt majd kapjuk a DLC-ket. A Spintyros ugye gyakorlatilag nem fog újabb patch-eket kapni egyáltalán. És szerintem ezért is, mivel ugye mindenki megvette még egyszer ugyanazt a játékot, ami kicsit így fel lett fejlesztve,
nagyon picit fejlesztve. Ugye Madronnel képében megvette mindenki újra a Sprint Tires-t, és emiatt szerintem ezt a DLC-ért nem akartak se elsőre semmiképp pénzt kérni, de én úgy érzem, hogy lesznek itt még fizetős DLC-k, gyerekek. Mert ugye előbb-utóbb ugye sok pénzt kerestek azzal, hogy újra eladták a Sprint Tires-t, de nem eleget. Nem eleget, gyakorlatilag ugye a mohóság az, a kapzsiság az nagyon csúnya bűn. És akkor unlockoltuk ezt a garázs csodálatos, meg is fogom nézni, hogy mi. És itt csicsikálunk is egyet először is, mert nem szeretem az éjszakát. Az éjszakát, a puha testű éjszakát. Na. Akkor van rajta egy... Nincs tudod. Van a csatoló. Van a... Ja, itt ez a javító. Uh-huh. Jó, oké. Lehet ugye izét rakni rá, nem tudom hány ezer literes, 2200 literes, és nagyon könnyen szállítható, mármint ez biztos, hogy könnyen viszi. Van ugye a pót, garázspót, hát remélem, hogy hát ugyanazok lesznek csak gyerekek. Ja, hát igen, van ez, és ezután ugye lehet a... De mi? Long nincs? Ne! Ah, van ez, viszont ezt szeressük. Short, van a short, meg van a medium. Igen, ja. Mert ugye van ez, és akkor ez mellé tudod csatlakoztatni ezt. És ugye ez 4 pontot visz, ez meg megint 4-et. Tehát ez egy 8-as kört ezt így el tudja vinni. Uh-huh. Így. Ez is az egy elég kellemes szállítmány. Szerintem ez játszva viszi egyébként. Az nagyon mondja, furcsa nekem, hogy nincsenek újabb kerekek. Mármint nincsenek... Hát itt egy garázs. Ezt a garázst érdemes lenne szerintem azért felszabadítani, mert miért nem. Innen meg elég könnyen szerintem el is lehet jutni, a Westpointot összekapjuk. Kérlek egy garázs trailerrel lehet, vagy a semi garázs trailerrel. Hát igen. Szerintem azzal kéne. Hát az volt a legjobb gyerekek szerintem, úgyhogy ahhoz kell... Ez, és akkor jöjjön ez a semi dolog. Semmi, hol vagy, hol egy gyakorlatilag be vagy? Hát van-e? Ja, hát ennek örültem volna, hogy ennek valami, mit tudom én, valami mentő dolog. Ugye ez lenyitható legyen és föl lehet járni, na az jó lett volna. Semmi, gyakorlatilag semmi újdonságot nem kapott. Ami eléggé siralmas. Ja, azt hiszem kapott különben ez a DLC más járműveket is, de akkor már igazából a DLC-s pályára miért nem dobták be őket? Magyar lehet, hogy bedobták. Mindegy, itt majd megállunk és megnézzük, hogy jutunk el oda hamar. Jó, gyerekek, még egy kicsit veretem. Ha nem problém. Húzod, nem húzod. Kicsit még veretem, mert ha miért nem? Azok már leprugók gyerekek, mi? Hát itt azt fogalmam sincs mi van. Megyünk itt a szélibe, ott meg kühjeg vannak, jaj de jó. Ez egy út akar lenni, vagy egy folyó? Nem tudom eldönteni. Megyünk inkább a szélibe, gyerekek, nem tudom milyen mély. Jaj, lassulunk. Jó. Jó, ilyenkor ugye egyértelműen vissza kell venni a sebességet. Ne pörögjenek a kerekek, mint a valóságban, tudjátok. Jó van, figyeljetek. De van egy izé, van egy térkép kioldás téma. Nem bírja a rettenetest. Ugye a mi az? Szorzót?
Na, kapja az ívet rendesen, gyerekek. Ja, én valószínűleg ezekkel a DLC-s erművekkel fogok majd fátszállítani ezen. Na, gyerünk, gyerünk. Na, jó, van kapcsolat egy kettes legalább. Kötöm neki egy retteletes, egész jó az út. Egész jól megy, retteletes, egész jól megy egyébként. Nem egy olyan túl gyors, de egész kellemes. Na, itt valahol van. Ott van a királytó, várjatok én. Most ledobom a nyizet, jó? Bemegyek, azt vigye jövök. Mint ha itt lagynának benneteket, úgy beszélek. Elszavarítom, hát hogyha van valami jármű itt a környéken. Egy biztos, ez nagyon sérülni nem fog ez a verda. Oké, semmi nincs, jól van. Visszamegyünk, azt indulunk tovább természetesen. Hát, igazából az a baj, hogy megvariálták ugye a hűtőmaszkokat a járműveken, de ez nagyon kamazos. Szépen állunk. Szépen nem állunk rá. Egy kicsit előbbre vagyunk mindjárt. Nem nagyon, akkor nem valami fordulékony a kicsike. Ezt adjál neki. Kihúzatjuk, azt betesszük retteletes. Oké, nem tudom, talán erre jó lesz. És akkor ugye egyből felszabadítottuk, ott egy K700-as. De elmondom őszintén, viszont a K100-as nagyon kaki újabban. Igen, még a Junior? Itt van alattam. Basszus, nem tudom, valami beparázott. Hű, figyeljetek, kotkodálás lesz, ja. Majdnem úgy. Nem bírja a menetet. Jó. Van egy nagy víz. Lehet, hogy nem erre kell volna jönni, hanem a jobb oldali úton, nem véletlenül. Hosszabb viszont nincs víz. De majd meglátjuk, hogy mi a szituáció. Hát közé ki tudom védeni. Vagyunk olyan jó sprinter összesek szerintem. Figyeljetek, mindjárt Keeper kitalálta. Nem találta ki. Elnézte. Megyünk a szélibe, jó? Na, azt most talált ki Keeper. Menjünk itt az oldalába. Ó, hülye gyerek. Mennyi Jani. Tehát ugratunk be a jobb oldalt, ott meg kimegyünk. Ezzel a géppel meg lehet ezt oldani. Menjünk izébe, ebbe a fokozatba, itt ezt kitoljuk. És akkor így át tudunk menni szépen száraz labból majd, hogy nem. Ezen a nagy teúcsáról. Egyébként nem lehet, hogy nagyon mély, de franc tudja. Ott látni is az alját. Nem mondom, mennyire iszapos, hogy mennyire nem. Egyébként ez a map, ez nem túl sáros. Mármint oké, hogy sok a víz benne, de mégse süllyedünk el. A talaj minősége egész jó. Jó, tettünk is neki egy retteletest, hadd szóljon. Hát menjen, gyerekek! Meg is érkeztünk szerintem, vagy mi ez itt, egy kunyhó? Ja, itt meg is jöttünk, gyerekek, ez nagyon szuper, itt is szélibe megyek, próbálok. Félig a fűjön. De aztán lehet, hogy nem jobb. Semmivel nem jobb, kb. Ott a K700, jó ide. Imádom azt a nagy izét rajt, rakodót. Meg is jöttünk, oké. Ezt is unlockoltuk, ezt a garást is.
Felhoz K1-c az mizu. Ide jól néz ki az orakoló. Majd kisebb próbáltam, várjatok már. Ja, hát ne kéne pakolni, mi? Unload. Jó, nagyon szuperek vagyunk, nézzük a K1-szal, és kíváncsi vagyok erre a dögre. Aha. Igen, trailert újabban tud, meg ilyesmi. Meg van ez a rakoró dolga. Meg elég elveszett lett olyan, nem tudom. Hadd próbáljuk már ki. Egyébként nem a K700-as, hanem valamelyik, van egy K700-as típus, Kirovec típus, amelyik ilyen homlokrakodós gyárilag, nem tudom mi a neve pontosan. Megnézzük, hogyan működik ez. Hát miért nem? Jó, hogy ezt így legyomod és akkor grab. Aha, jó, akkor loader. Hűha! Gyerekek, rámehetünk, de nem igen történt semmi. Figyeld! Megül a... Mert ennyi hidrolika kikészült. Jó neki, nem történt semmi. Hát jöttek, föl volt emelve. Jó van, tökök is vannak. Erre, arra. Jó van, srácok, szerintem akkor ez ennyi lett ez a rész. Akkor innen kéne folytatnunk, nem? Hát gondolkodjunk. Ja, Lumber Mill. Jó ez, srácok, jó ez. Jó, sok lockstation van, meg minden. Ja, kíváncsi vagyok, hogy lesznek még járművek-e. Takarások alatt elképzelhető. Igen. Innen lefele kell mennünk valamivel. Lehet, hogy valami izé, valami kisebb géppel például. A B66-osunk is van, mi? Jaj, de jó. Jól van zúzva. Viszont be tudjuk ugratni már a garázsba, ugye. Sőt, be is fogom ugratni. Ez most melyik garázsba ugrat? Ja, oda. Tudunk olyat csinálni, ugye, hogy akkor... Föltérképezzük itt az alsó terület. Itt elindulunk lefele, és akkor feltérképezzük következő részbe. Szóval 3 watchpointot. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csáá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 á Remélem tetszettek, ha beszélgetés, és nem írtátok soga, hogy Keeper, hagyd abba azt a parasztilust.